Ezt a kisfilmet akkor forgatták, amikor nyíregyházi diákok látogattak a budapesti OK központba. Nem klasszikus tanórákon, hanem digitális táblákon és csoportos foglalkozáson tanulhattak pénzügyi kérdésekről a fiatalok. Jobban tetszett, mint egy sima, például egy sima iskolai előadás. Meglepő volt, hogy így fiatalokkal vagyunk, és hogy ilyen beszélgetős az egész. Ajánlanám olyan barátaimnak, akik elköltik az összes pénzüket, és nem takarékoskodnak. Ma már a nyíregyházi központban nevetgéltek a fiatalok. A Kossuth téri az első vidéki helyszín, ahol létrehozták az oktatási központot. Akarunk képezni olyan fiatalokat, akik majd kikerülve az életbe, a mindennapi problémákkal szembe tudnak nézni. Vizier Szilveszter, a centrumot működtető Fáji András alapítvány kuratóriumi elnöke azt mondta, létfontosságú, hogy a fiatalok megtanulják az alapvető pénzügyi ismereteket. Tudni kell a pénzzel bánni, tudni kell úgy gondolkodni, hogy a mindennapi életben a gazdasági problémákat és akár egy kis közösség számára, itt a családot értem, meg tudjuk oldani. Erre neveljük mi a fiatalokat. Persze nem csak pénzügyi alapismeretekkel várják a diákokat. Ceglédi Zsanett, a központ vezetője azt is elárulta, a legkülönfélébb témákkal találkozhatnak az érdeklődők. Például a sport és üzlet, média és üzlet, ahol egy kicsit a média világába is betekinthetnek, trend, divat, ahol ugye a folyamatosan alakuló trendeket figyelhetik meg, és természetesen mindig pénzügyi szemléletmódból tekintünk ezekre. A központba 7 éves kortól 18 éves korig bárki betérhet. Elsősorban osztályok jelentkezését várják, de a centrum trénerei azt is vállalják, hogy iskolákban tartják meg az órákat.